Engedélyezték a repülőautó használatát az Európai Unióban. A szerkezetet egy holland cég fejlesztette ki, Libertynek nevezték el, és 2012-ben kezdték meg a tesztelését. Nem véletlenül tartott 8 évig a jármű engedélyeztetése. Az utakra és a légi közlekedésre vonatkozó szabályokat még soha nem alkalmazták egyetlen járműre. Tehát, ha mint egy puzzle-t összerakjuk ezeket a szabályozásokat, akkor a végére mint egy 5000 követelményt kapunk, mondja a cég társalapítója. Most arra várnak, hogy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségtől megkapják a légi közlekedési tanúsítványt. A Liberty fejlesztői bíznak abban, hogy meg lesz az engedély, mielőtt 2022-ben átadják az első repülőautót az első vevőnek. A világjárvány miatt az emberek jobban szeretnek szeparáltan utazni. Látjuk, hogyan nőtt meg az érdeklődés és az igény a Liberty iránt, mert ebben ketten utazhatnak a megfertőződés veszélye nélkül. A Liberty háromkerekű, kétüléses autó. A fejlesztői szerint akár 180 km/órás sebességgel is képes szágoldani, és egy tankkal 500 km-t repülni. De ehhez az kell, hogy a sofőrnek legyen pilóta engedélye.